Köszöntök mindenkit, én Uno vagyok, és ez itt a Rimship Troopersnek a 16. epizódja. És most néztem meg, hölgyeim és uraim, hogy már 5 epizóddal túlszárnyaltak az előző szériát, úgyhogy 1. Valószínűleg jobbak vagyunk, 2. A mod sokkal kegyesebb lett, mint amilyen volt az előzőekben, úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok a modnak, a készítőinek, hogy nem hagytak minket szenvedni ebben a játszatatlan világban, viszont így is elég kihívás állít velünk szembe a játék, úgyhogy itt az idő, hogy megbirkózzunk minden egyes és kettes apróságával. A mostani részben nagyon sok minden fog történni, hölgyeim és uraim, legalábbis remélem. Néhány dolog, amit eszközölni szeretnék. Először is, mint ahogy azt megtapasztalhatátok, és én is megtapasztaltam, ezek az idióta varior bogarak arra mennek rá, hogy a lehető leggyorsabb és legegyenesebb vonalon eljussanak a kolonistákhoz, vagy az elpusztítható élőlényszerűségekhez, a drónok is beletartoznak, mindegy. Ezt akarják a leggyorsabban, eljutni A-ból B-be, és semmilyen interakciót nem hajlandóak felvenni a védelmi vonalammal, amit nehezményezek, ami eléggé kellemetlenül érint engem, úgyhogy 2 variáció lehetséges. 1. Külön választom a védelmi vonalamat, ezt a részt, a kert vonalamtól. Ide biztos, hogy húzni fogok egy falat, hölgyeim és uraim, valamint elkerítem itt ezt a kapcsolót. Ez a kapcsoló lesz hivatott arra a feladatra, hogy felkapcsolja ugye a védelmemet, és a védelmem az több vonalból áll. Hogyha én itt egy fallal erre kezdtem, esetlegesen, és jönnek a hopper bogarak, akkor az egész kert területem védtelen marad, tehát újabb tornyokat kell eszközölnöm, újabb védelmi sávot kell felhúzzak, mert amíg ezek a mesterlövész tornyok, ezek a precíz tornyok itt tudják védeni ezt a szakaszt, addig idézőjelesen biztonságban van. Amit nekünk nagyon-nagyon kell, itt ezt az ajtót lecserélni plasztacélra. Valamint ide is kell húznunk egy ilyen vékony kedves kis részt, és szerintem a palánok 400... Palából fogom megcsinálni. Palából. Mindenféleképpen palából fogom megcsinálni. Talán gránitból? Gránitból, lássuk. Akkor van egyszer itt egy gránitunk. Rakunk oda egy gránit falat. Valamint homokkő... homokkő... és mészkő. Ugye ezt a 3 falfajtát nem csináltuk még. Ebből fogok itt egy ilyen lezárt szakaszt csinálni. Hogyha jönnek a bogarak, akkor mindenféleképpen azokat az ajtókat támadják meg, amik a legközelebb vannak hozzájuk. Plusz, nem menjünk még sehova. Ide raktam le egy automata plasztacélajtót, valamint ide 2 automata plasztacélajtót. Ez nagyon fontos. Valamint itt ki fogom bányászni ezt a szakaszt, és plasztacélfallal fogom ezt körbekeríteni. Ez azért is lesz fontos, mert a palának ugye minden egyes körnek megvan a fix életereje. És az a fix életerő eme gránátvető, valamint a többi torony asszisztációjával egyre gyengébb és gyengébb lesz, és hogyha a fal hamarabb omlik le, mint maga az ajtó, akkor elég nagy problémában vagyunk. Nem tudom, hogy milyen lesz a következő támadás, valószínűleg hasonlóan nagy, hogyha fel kell rá készülni, még több toronyra van szüksége, még nagyobb tűzerőre. Kevesebb nyálleszippantásra. Szuper, megvagyok, életben maradok, remélem, ugyanúgy, mint a kolónián. És... hatékonyabban kell felvennem a küzdelmet ezekkel a bogarakkal, mert a sújtócsapda rendszerem ellenük nem használ. 1. 2. Ide bombát fogok lepakolni, hogyha jönnek itt tömegével, valószínűleg itt sorba, meggyújtva a bombát néhány másodperces késleltetéssel fel tudjam robbantani ezáltal tizedelve ezt a csapatot, aki szeretne a lehető legrövidebb úton a leghatékonyabb munkát végezni. Ide készül még egy biztonsági fal, lecserélek minden egyes ajtót olyanra, ami a feladatát el tudja végezni, nem pedig ilyen egyszerű acélajtók, ami 250 életerővel rendelkezik. Ugyanúgy acélajtó, valahol, valami, erősebb plasztacél ugye a rabszobába, ami most aktuálisan van. Továbbá szeretném itt fejleszteni ezt a halázónet, mert most már teljes mértékben logikus, hogy az ellenfél ne a brutálisan erős vonalamat célozza meg, hanem egyszerűen ezt a palaajtót, vagy pedig ezt a palafalat, vegy a támadásba kéz alá, vagy akár itt ezt a márványfalat, ez elég védtelen terület, és csodálkozok, hogy az ellenfél nem akart még esetlegesen itt valami hatékonyabb kárt okozni.
A belső biztonsági zónám az gránátvetőből és redder turretekből fog állni. Nagy távolságot ilyenkor felesleges használni, és hasonlóképpen plastacél elzárással fogok operálni. Amennyiben jön egy olyan 80 bogárból álló támadás, most egyszerűen sima arachnidokról beszélünk, warrior bugokról, és ketté osztik a csapat, akkor az azt jelenti, hogy a tűzerőmnek hasonlónak kell lenni, hogy a lehető leghatékonyabb pusztítást tudjak okozni. Amennyiben itt átjönnek ezek a bogarak, és nem ezt az utat választják, ezek a redder turretek még tudnak védeni minket. Na, dióhéjban ennyi, hölgyeim és uraim, hogy védelmi fejlesztésekről. 1, 2, 3. Le fogok rakni ide a termelésnél egy food preparation table-t. És hamarosan el fogom mondani, hogy ez milyen célt szolgál. Ezt szerintem meg is fogom építeni valami alkalmas koronistámmal. Ki lesz az? Watkins, felépítjük ezt a food preparation table-t. Ugyanis az a stratégia... Mi történt, barátom? Aszma. Oké. Rendben, azt tudjuk kezelni. Ugyanis arra jöttem rá, hogy az élelem, nyers élelem felhalmozása az nem egy jó stratégia. Nem. Egyáltalán nem. És itt a food preparation table-be tudok egy olyan dolgot csinálni, ami... Nem, azt egy másikba tudok csinálni. Lényeg az, konzerveket fogok csinálni. Kukoricakonzerv, krumplikonzerv, húskonzerv, mindenből konzervet fogok készíteni, és a konzerveket egy kolónia belső területi raktárába fogok elrakni, messze a hűtőtől. A hűtőt nem akarom ennél sokkal nagyobbra fejleszteni, mert hogyha jön egy heatwave, és jön egy napkitörés, akkor nagyon-nagyon gyorsan elveszíthetem ama növényeket és élelmiszereket, minek a tartósága rövidebb, mint mondjuk egy nap. És hogyha egy napig tart, így simán pök, elmúlik, kipukkan, vége lesz ezeknek a húsoknak, és ugye a hússal tartjuk a kolonistáinkat egy bizonyos hangulat fölött. Mert ha finom ételt esznek, akkor jobb lesz a hangulatuk. Ez volt a harmadik pont. A negyedik pont, hölgyeim és uraim, nem lesz más, mint a tofu. Tofut fogunk csinálni, méghozzá szójababból. Valamelyik területünket, mondjuk nem ezt, lehet, hogy itt ezt, igen, talán ennek a felét. Igen, itt a felét kitöröljük ennek a körzetnek, és ezáltal elveszítjük az alsót, és mi kijelöljük ide szépen, mondjuk így egy ekkora területen, ez egy egész nagy, hogy készítsenek, hogy termesszenek nekünk beanst. Amennyiben megtalálom, mindenféleképpen rá fogok kattintani. Bean! Nagyon jó. Babot termesszenek annak érdekében, hogy tofut készítsünk belőlük, és a tofu a játékban húsként funkcionál. Ami egy nagyon-nagyon szuper gondolat így a készítőktől, a mod készítőitől, és ezáltal a tofuval tudom helyettesíteni azt, hogy kiküldjem az embert vadászni. Hagyatkozok a kereskedőkre, felvásárolok minden húst, ugyanis ezüstünk van még egy kevéske, ugye? 4159. És az ötödik pontja a mai résznek az érdekessége, leadtam az előző részben több telefonhívást, több klánnak, akiknél megmondtam, hogy küldjetek ide valakit, mert kereskedni szeretnék. És ezt a kereskedést rabszolgák képében kívánom levonyolítani. Én adom az ezüstöt, vagyok a rabszolgák. És ezáltal növeljük a kolóniának a létszámát, abban az esetben, hogyha kell. Te miért nem csatlakozol újra? Úgy. Most már működik. Előreláthatólag ennyi lesz a mostani résznek a témája, hogyha nem kapok valami katasztrofális sorozatot, akkor katasztrófa sorozatot, akkor remélem sikerül megcsinálni nagyon-nagyon sok mindent. Alapanyagunk van, hátterünk van, úgyhogy mindenkinek a mai részhez nagyon jó szórakozást kívánok! Hölgyeim és uraim, megérkeztek a kereskedők, ugye mind a rabszolga, mind pedig a kalóz kereskedő, és nagyon-nagyon ötletesen a bázison kívül álltak meg, hogy miért, arról fogalmam sincs, de Carment szépen összeszedjük, mint a legkommunikatívabb emberünket, 12, ugye? Ugye jól mondom, még senki nem múlta felül Carment. Oké, keresünk kettő kérdőjelet. Kezdjük a rabszolga kereskedővel, mit szóltok? És amíg Carmen odaér, addig bemutatom szépen a falakat. Ime az első, granit fal. A granit fal a legnagyobb életerejű fal, 595 élettel rendelkezik. Homokkő az 490, a mészkőfal pedig 540. És a márványfallal sikerült kifognom a 420-ast, a palafallal pedig már kicsit jobban jártam. Tehát a márvány a leggyengébb kőzet, az egész fucking játékban, és a gránit a legkeményebb. Jó, kicsit rápörgetjük Carment, hogy azért haladjunk. Igen, ezt automata ajtókra akartam lecserélni, egy kicsit később.
Na lássuk, kik vagytok. Wow, van kettő ember, aki közül választhatunk. Van egy 51 éves nő, és egy 21 éves nő. Egy felderítő és egy gyűjtögető. Ökör és lercsa. És egészen pofásárba vannak. Lássuk, mit tudok eladni nekik. Egyedül a gyógynövény kivonat, az állataim, valamint a szobrok érdeklik, amik szörnyű, vacak és normál. Ezeket szerintem elfogom adni, szimplán azért, hogy megszabaduljak tőlük. Köszönöm szépen, és akkor lássuk, hogy ki, micsoda. Kezdjük az öregebbel, csak a tisztelet véget. Okay, egészség. Koszorúér elzáródás enyhe. 10%-kal kisebb a szívnek a hatékonysága, ezáltal a mozgása 90%-os. Műszívet adhatunk neki egyébként, hogyha nagyon kemények leszünk, és földműves, dolgos, de ideges. És mindenre képes. És jó földműves. Nem rossz. Not bad. Not bad. Now you. Ökörgyűjtögető volt, és lercsa felderítő következik. Egészséggel kapcsolatban minden a fasza, minden a tökéletes, nagyon jó. Statisztikája nulla. Tehát nem létezett eddig. És a karakter pedig egy rakás, álhatatos, pszichopata, de gondos célzó. Pszichopata és gondos célzó. Nyolcas lövészettel. Bosszúálló kölyök volt felderítve le belőle, úgy látom, hogy a háború elég rendesen megedzette a tastét. Tudunk venni esetleg valakit? Egy nőstény huskyt tudunk, ugye a kettő embert, pemikánt és gyógynövény kivonatot. Aktuálisan megállunk. Nem vagyok benne biztos, hogy a jó úr fog nekem embereket hozni. Nem vagyok benne biztos. De megpróbálkozunk vele. És? Nem. Ennyi, kalózkereskedő. Szomorú. Szomorú vagyok, fiúk, lányok! Repesz romboló lövedék és repesz romboló lövedékem van, és tudok tőle vásárolni. Az most aktuálisan nem kell. Őt is érekli az állat. Ez mondjuk eléggé meglepő. És van nála 4 darab gyógyszer, amiből lehet, hogy kell majd. Hát 1141 pénze van. Eladhatunk neki nagyon-nagyon sok mindent, de túl sok mindent nem kaphatunk tőle. Piája van. Rumja van. Repesze van. Fekete tejája van. És gyógyszere van. Hát ez elég szomorú. Elég szomorú. Tehát nincs mit tenni, hölgyeim és uraim, ezt dobta a gép. 100%-osan kijelentve. A sörből megkapja 200-at kap sörből. Adunk 201-et. Igen, és akkor valamivel kiegészítjük. Mit adjunk neki? Adunk még neki sört. Nem tudok jobbat, hölgyeim és uraim, a kereskedők nem igazán állnak az én oldalamon, azt vettem észre. És nem adunk neki többet. Nem hozott embert. És a nagy dilemma az, hogy válassza-e a koszorúér elzáródásos földművest, vagy nem? Pszichopatát nem akarok. Pszichopatát semmiféleképpen nem akarok, nem akarom, hogy hideg legyen a kolóniával kapcsolatban. Úgyhogy azt mondom, hogy ez a kereskedelem itt most így véget ért. Viszont, hogyha itt vagyok, akkor a biztonság résznél, mondjuk egy kis sújtócsapdát palából pakoljunk le. 140 és 280 paláig terjedő intervallumba, ezeket le is tudjuk pakolni, és valószínűleg majd újabb palákat fogunk pattintani, csak a nyersanyagunkat el kell használni. Az erős összeomlás veszély egészen addig, amíg nem fog elmúlni a társak elvesztésének a terhe. Úristen! Calicotherium. 15 éves. 280 húsi, az finom. 80 bőr. Az is jó, kicsit lassú lény. Körbenyálazzuk, hogy van-e valami meg a lény? Valami óriás? Valami hatalmas? Ha igen, akkor miért nincs? Azt hittem, hogyha mérsékelt éghajlati övezetben kezdek, akkor itt özönleni fognak a lények, de... De alig jönnek! Annak is örültem most, hogy néhány ilyen kisebb testű lényre betolta az arcát. Úgyhogy... Ennyiből állunk. Kettő dologgal folytatnánk szinte ugyanebben a minitumban, egy tornádóval. Wow. Oké, okay, úgy látom, hogy a füvet felcibálja. Állatok nem mennek oda, az sem egy állatokhoz. És van még egy banasztor, aki tahósági rohamban szenved, most elkezd is értegetni a többieket. Hát ha tudnak osztozni a fájdalmukban. Na, lássuk. Rossz irányba mész, mert arra vannak az emberek. Bezany. Ez a haver, pörgessük fel egy kicsit.
Ne. A játék tudja, hogy... Ne. Minusz öt. Jó, nem vagyunk annyira nagy szarba. És ugye remélem elmennek. Elmentek. Daru. Megy. Ki van itt? Irma. Jó úrnál. Várjuk. Frakció. Jó úr, 48. Az jó. Hogyha? Nincs közvetlen életveszély. Társa halálát lát, az elég depresszívé fogja tenni. Tunya, de vasakaratú ápolás szociális munkában nem jeleskedik, de bányászatban normál és kézművességben is normál. Meg kéne mentenem amúgy, javuljon a kapcsolat, aztán tudja hívni esetlegesen katonai segítséget, ha kell, mert nem hiszem, hogy kelleni fog. Ez a tornádó, ez esküszömokos. Esküszömokos. Kombó. Ne hallj meg, kombó. Szoromó meghal. Állhatatos, fürge, darusta. Művészetbe... Művészet. Kombó művész. Lássuk a tornádó, milyen embereket hagy még itt nekem. Kot. 15 óra múlva meghal. Szuperimmunis, lomha, homoszexuális és kézművessége 4-es. Kombó tetszik. Oké, hogyha már elkezdenem menekülni, jó úr tagjai... Na, Lódarázs. Lódarázsnak voltak már szebb napjai. Jézusom, ez a tornádó. Úristen, újra mínusz öttel. Irmát! A tornádó szétverte a... Szétverte a tornádó a sújtócsapdáimat. Mit ártottak azok a sújtócsapdák? Mit ártottak em... Nincsen palám. Hát pattintsatok, gyerekek. De easy-be. Szükségünk lesz rá. Oké, jó. Mondom, mi lesz. Úristen, de szar fegyverekkel jöttetek ide. Borzalmas. Kotot és... Irmát megmentjük. Ki lesz rá a legmegfelelőbb ember? Dizzy. Megnézzük, hogy ki van a legrosszabb állapotban. 14 óra. Combó. 19 óra. Irma. 24 óra. Oké. Dizzy. Mentsük meg őt. Rajak, te ugye fix pozícióban vagy egész állónap. Ments meg Irmát. És Carmen, fogjuk el kombót. Majd azt mondjuk, hogy azt hittük, hogy kalóz. Azt hittük, hogy kalóz. Ezt fogjuk mondani. Ezt fogjuk. Ha számon kérnek minket. Ha egyáltalán számon kérnek minket. Ez a tornádó elég idegesítő amúgy. Igen, ez a patkány is. A patkány is megmondja, és a patkány szublimál, gyerekek. És meddig tart amúgy ez a tornádó? Tornádónak vége. Oké. Okay. Jó. Pörögjünk fel. Jön Rajak. Pörögjünk fel és megnézem, hogy kombót milyen nehézségi fokozaton tudnánk esetleg betörni. Nem már. A fehér angolna ellenség. Erre annyit tudok mondani, hogy az őslakos törzsek nem igazán szoktak valami kemény stratégiával, de egyetlen egy embernek az elfogása ellenségé tette? Igen. Csak egy gyepnőt itt. Ellenségé tettük, és a foglyot 99% cseve és toborzás. Igen. Ez lesz a feladat. Oké, újabb ellenséggel gazdagodtunk, hölgyeim és uraim, remélem, hogy ez nem annyira komoly, mint amennyire annak látszik. Egy középkori doktor, kinek a neve Kot,
És akit megmentettünk, az csatlakozni szeretne hozzánk. Itt szeretne maradni. Szuperimmunis, lomha és homoszexuális. A szuperimmunitás az jó, mert bármikor megbetegszik, olyan tempóval fog meggyógyulni, hogy az valami eszméletlen. Doktort, nem néztem meg jobban. Tudjátok mit? Elfogadjuk. Ujj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 
Ő a jó úrnál volt. Erőpáncélsi sakja van. Wow. Haver. Ez kemény. Lássuk, hogy mire vagy képes. Ez is egy fontos információ lesz. Közelharc 10, szociális 6, és kézmérség 4. Amúgy bárhova bele lehet rakni a gyereket. Bárhova. Akár még bányászt is csinálhatnék belőle, mondjuk nullával nem annyira célszerű. Na, állattartás, az ott mindenféleképpen jeleskedni fog. Kóma gyerek, középkori doktor. Közelharcra kellene Kotot kiedzeni. Közelharcra kellene, és a menekülőkre rá kellene ereszteni valami erőpáncélszerbe, meg valami plastacia buzogánnyal, meg valami ilyesmivel. Nem lenne amúgy rossz gondolat. Gazdátlan, á igen, megüresedtek. De akkor a kettő emberemnek most meg is lesz szalakosztálya, és Kotot valahogyan szépen el kellene igazgatnunk. Nem gondoltam volna, hogy így leszünk egyel előrébb. Hát kettes orvosnak elegek vagyunk, pihenés, átkapcsolás. Felügyelő 3-as, annyi elég. Állattartó 2-es. Erdész az lehet 3-as, mindenféleképpen. Földművesnek 9. Iparosnak 4-es. Legyen 3-as az is. Hát legyen 2-es. Legyen 2-es. Megpróbálunk iparos csinálni belőle. Ebből a fiatal emberből. Mennyire fiatal? Kott, mennyire vagy? Kuruzsló. De jó. 33 éves. Lehet, hogy nem volt valami túlságosan sikeres az otthonában, aztán azért gondolta, hogy hát ha már így járunk, akkor úgy maradnák. Jó. Köszöntünk szépen, Kott. Megmentettük és maradni akar. Miért? Tunya is vasakaratú, szökevény. Tudom, hogy őt nem akartam. Tunya is vasakaratú, nem. Nem. Köszönjük. Ima volt? Kézművessége 5-ös, egyel van feje, meg bányász. Ennyi az összkülönbség. De nagyon sok munkát a botokkal meg tudunk csináltatni, úgyhogy köszönjük szépen, de Kottal megelégszünk. Nagyon sok alternatív van a játékban, ahol karaktereket szerezhetünk, hölgyeim és uraim, ahol kolonistákkal gazdagodhatunk. És az egyik ilyen, amikor valamelyik frakcióból, most konkrétan a vadászmenyét Gacan, a piros vadászmenyét Gacan frakcióból, 33-es a kapcsolatunk, megérkezett Toxó, és ő bányász, de nagyon bányász, annyira bányász, hogy fel sem fogod, és művész. Túl okos, de bunkó. Úgyhogy megpróbáljuk betoborozni, ha nem, akkor meg el fog menni a drágám, és javítani fogja a kapcsolatot. Ennyi fog történni. Kíváncsi vagyok egyébként, hogy sikerül-e betörnünk ezt a kedves Toxót. Jó lenne, hogyha lenne még egy kolonistánk, aki készen áll valamilyen feladatnak az elvégzésére. És a művészeti képességeit pedig különösen előtérbe helyezem. Sikerült, és csak 20-szal csökkent a kapcsolatunk. Bravo! Fantasztikus! Több alkalommal is próbálkoztunk már művészt verbuválni, és volt amikor sikerült, de aztán szépen úgy elvált a kutyaink. Remélem, hogy ez egy kicsivel hosszabban tartó kapcsolat lesz, mint ami az előzőekben volt. Banasztrázáit elküldjük innen a francba, ugye a rendelés az adott, 3/10 teljes mértékben korrekt a történet, és már csak be kell állítani Toxónak a...
beosztását. Ugye van egy szabad szoba, amit igénybe tud venni, utána pedig újabb szobákat kell lakhatóvá varázsoljak. Először is lássuk, Toxo mit fog csinálni. Ugye egy-egy, kettes, azzal nem foglalkozunk, kap egy kilencest, egy-egy. Semmivel nem foglalkozzon, főleg ilyen nullásokkal nem. Vadászattal foglalkozhat, na, de nálam nem divat a vadászás. Építkezés 3 az maradhat, földművelés 3 az szintén maradhat. Bányászat 2-es. Ugye? Igen. És... művészet... 1-es. Ez lesz a tuti kombináció, ez lesz az, ami jó lesz nekünk. Bányászi tud meg művész, teljes mértékben jó. És a művészeti képességei az elején irdatlanul pocsék ilyen szobrokat fog eredményezni, de a későbbi ebben majd, amikor már megcsináltunk 10-et, 20-at, 30-at, vagy még többet, nem tudom mennyi kell ahhoz, hogy felfejlődjünk egészen gyorsan, akkor majd sokkal jobb lesz az állás. De most még eléggé kis gagyiak vagyunk. Amire gondoltam, hölgyeim és uraim, miután ezt a halálzónát itt nagyjából megpróbálom helyre pofozni, elrohadt a raktárba undistilled vodka. Semmi probléma. Gránitfallal fejezzük be ezt a történetet. Jó, mostantól kezdve a külvilágtól el vagyunk zárva, és egy halálzónát akarok itt kialakítani eme területen. Remélem, hogy működni fog az elméletem. És itt azért váltam ki a követ, mert szeretnék ide is redder tureteket, ide is redder tureteket, és ilyen háromszögbe szépen majd középre be fogok zárni. Hatalmas nagy boldogság az, mi most a szívemben van, mert egy kalózkereskedő halad el a bolygón fölött, és én ezt nem hagyhatom szó nélkül. Carmen, légy oly kedves, és gyere ide, és tárcsázd gyorsan ezt a kalózkereskedőt, és megszabadulunk egy kis cucctól, és lesz egy kis pénzünk. 2177 ezüst formájában, hölgyeim és uraim. És van 11 gyógyszer, amiből megveszünk mindet. Mindet megvesszük. Alkatrész darab, 7 darab van. Azt is mindet megvesszük, és mi az, amit esetleg még nekem tudna biztosítani? Nem. Ó! Bionikus láb, nekem van egy. Ugye megvettük. Az majd jó lesz. Advanced Bionic Eye. A többi már annyira nem is érdekel. Fejlett szem 5000 ér. 5000 ér! Pont 5000 ér. Ezt a 300 sört így eladjuk. Lehet meg tudjuk venni a piák véget. Lehet. Lehet. Vodka. Szerintem meg tudjuk venni amúgy. Sake. Whisky. Közeledünk. És bor. 5500. Hát akkor megveszik ezt a fejlett szemet. Mit szóltok hozzá? Zseniális. Így is úgy is szükségünk lesz majd különböző kiberverekre, úgyhogy fel kell halmoznunk mindenféleképpen. Füves cigiből eladhatunk még szerintem vagy 300-at. Nagyon mondjuk 300. 2152-nél vagyunk. És el kellene adnunk néhány cuccot, mondjuk ezt, mondjuk ezt, mondjuk ezt. 41% normál M85-ös. Tunika, ez halottan volt, azt szépen eladjuk, és szörnyű, vacak-vacak. Nem adjuk el. És beállítom, hogy ne csak palából csinálja, mert ezért nem tudja megcsinálni. Ezért. Ez az oka. Az az oka, barátom. És pontyók vagyunk. Elfogadjuk. És meg is jött a cucc. Gyógyszerekkel, műszemmel, mindennel, mindennel együtt. Oké, na lássuk. Kaptunk egy... ami kellemetlen lenne, ha valójában lenne bármi jellegű értelme. Hát akkor azt újra húzzuk. Oké, köszönöm szépen, remélem mindenki megy alóltan ezt a tüzet. 7 tűz van. Sőt, lehet, hogy több vezetéket kell eltapossak. Eddig nem gyulladtak ki. Mert falba volt, aha. Igen, ez volt a probléma. Falba volt a vezeték és nem gyulladhatott ki. Mert elfojtotta a fal az összes tüzet. Jó rendben, ezt majd menedzselni fogjuk a továbbiakban. Viszont, hölgyeim és uraim, sikerült a konzerválógépet megcsinálnunk. És can meal, can vegetables, can meat. You can, yes you can. Make three tofu. Örökké. A tofut örökké csináljuk. De mit tudunk csinálni valójában a food preparation table-on? Vessünk rá egy minimális pillantást. Tudunk csinálni tofut. Örökké. Sokat csináljunk. Ezt a treat meg... eltakarítom innen. Egyszerű ételt tudunk készíteni, de azt tábortűznél is meg tudjuk csinálni, az nem annyira nagy dolog. Polenta! Ha valaki tudja, mi az a polenta.
írjátok le odalent hozzászólásban. Itt forgok már napok óta, hogy mi az a polenta. Kaptam egy olyan alternatívát, hogy pollen, de nem. Szerintem nem az. Mi az a polenta? Biztos valamilyen kaja. Aztán csokis tej. Zseniális, majd teheneket kell valahonnan szereznünk, hogy legyen tejünk. Aztán tudunk ugyanúgy lisztet készíteni, hogyha valamilyen magvat összeörlünk. Ugye tudunk csinálni kornmilt, kukoricából, cukrot tudunk darálni, ugyanúgy, mint annál a milnél. Annál. Aztán tejet tudunk csinálni, sajtot tudunk csinálni. Pickled and vegetable. Pickle. Ezt nem tudom, mit jelent, hogy utána nézek. Sózni lehet a hús, hogy még tovább tartson. Valamint tudunk csinálni ilyen ilyen tojásos, vegetáriánus akármit, nem tudom. A polenta a lényeg, hölgyeim és uraim, a tudatlanságom ne vessen rossz fényt erre a mostani megjegyzésre, de csak a polentára vagyok kíváncsi. Annyit írjatok le. És mit kezdjünk konzerválni, hogyha dupla kattot kattint cukor? Rizs van 3000, kukorica van 5000, és van burgonya 2500. A többi az annyira nem... annyira nem. Igen, azt akarom megnézni, hogy van-e esetleg... lisztünk, 5 darab van. Hát én akkor azt mondom, hogy legyen egy olyan opció, a food preparation table-nél, hogy lisztet kérünk, nem akárhogyan, hanem kizárólag kukoricából kérjük azt a lisztet. Oké, és legyen x darabig, és legyen mondjuk 110 lisztig. Így kapunk lisztet, a cukrot fel tudjuk használni, ugye rengeteg sugar cane van, és van valahol cukor, itt van, itt a cukor, 75. És mit adtam ki parancsnak? Jó, oké, mind a kettőnél megvan. Viszont itt szeretném, hogy kukoricát kicsit tartósítsunk, x darabig, mondjuk 500 kukorica konzervig, összes törlése, sejhaj, recerucaj megy most a kukorica. Slow beat az a téli területekre nagyon-nagyon jó. Oké, ennyit szeretnék csinálni, és megnézem, hogy hogyan működik. Kiválasztok egy arra megfelelő embert, Jolly. Főzés. Dizzy a főző, Dizzy most alszik. Alszik? Igen. Itt van a bot! Várjál be. Ja, feltöltötte fémmel, és utána lekonzerválta a kukoricát, de hova a bubánatba raktad? Meg mekkora az a dolog? Miért nem látom? Na most elcsípjük. Jolly. Jolly lesz az, aki megcsinálja nekünk ezt a 40 kukoricát. Ugye? Igen. Behozta. És itt is van. 40 kukorica konzervbe került bele. És nem romlik többé a növény. Szuper! Nagyon jó! Ez nagyon király! Mi az, ami a napomat ragyogóbbnál ragyogóbbá teheti, hölgyeim és uraim? Hát az arachnid raid! Az arachnid raid! És lássuk, hogy hányan vannak meg, hogy kik ezek. Nagyon-nagyon remélem, hogy az embereim bent van... 25 bogár! Nincs senki kint, mindenki bent van. Oké. 25 bogárral csak el fogunk bírni. Ajánlom, hogy elbírunk 25 bogárral. Mindenki a kettes körzetben van. Senki nem megy ki, senki nem lesz vagány, senki nem gondolja úgy, hogy meg akarja váltani a világot, ugye? Ugye? Ja igen, mivel kaptunk egy ilyen zzzt, ezért eléggé hadilábon állunk energiával, de szerintem menedzselnünk kellene. Szerintem el kellene bírnunk. Oké. Builderbot. Jó van, gyerekek? Én azt mondom, hogy robotok. Mindenkit visszahívunk. Mindenkit. Szerintem nem kell mindenkire úgy egyesével rákattintani, ugye? A Builderbot is szépen gyalogol visszafele. Oké. Nagyon jó. Gyertek a rohadék. Gyertek. Felkapcsoljuk a lámpát. Ez még nincsen kész ez a szakasz, de hogyha közelebb jönnek, akkor a shredder turreteket is fel fogjuk kapcsolni. Akkor felfogjuk. Korlátozások.
beltér, szigorúan beltér. Leellenőrzöm, hogy a beltér tényleg beltére. Szigorúan beltér. Mindenki beltérben van. Mindenki behúzza az igás lovat a beltérbe. Valószínűleg itt fognak jönni, és a lehető leggyorsabb vonalon akarnak eljutni a beltérig. Hajjajjajjajjajjajj! Állatkáim, Ina! Menjél be, befele! Ina, ne sétálj, befele! És ráadásul Ina terhes, és sétál, és kutya, és nem akar bemenni, és nem hiszem el. Egy labrador, aki... Bilderbot! Mindenki Bilderbotot akar támadni. Minden egyes araknid. Mindenki! Ezt is felkapcsolom. Nem bízok a véletlenre. Nem. Szívtuk már meg. Szívtuk bizony. Itt már megfelelő a védelem. Ha idehozom minden emberemet, akkor valószínűleg nem akarnak majd más pozícióba menni. És mivel még most nincsen kész ez a biztonsági zóna, ezért nem tudom kipróbálni azt az elméletet, itt már oly régóta mesélek nektek. Igen, felvették a csapdát. Azt a csapdát is. Senki nem halt meg. Oké, Ina? Gyalogva visszálltam meg! És... Működünk? Oké! Nagyon jó! Nagyon jó! A körzeteket mindenféleképpen menedzseljétek! A körzeteket mindenféleképpen menedzseljétek! Dizzy, csináljál már valami! Légy oly kedves! Legalább kapcsolt fel! Csak ennyi a kérés, kapcsolt fel! Aztán takarodj innen! Jó! Most jók vagyunk! És összezavarodtak, mert nem találnak semmilyen ellenfelet. Azt se kapcsoljuk fel. Hol van Vanasztra? Hát még szép, hogy a szomszéd kerületből kell. Oké, az most itt tartja egy kicsit a frontot. És te leszel a híró. Te leszel a csali. Álljál ide. Oké, egyet leszettünk. Remélem nem itt akartok jönni, férgek. Kettőt leszettünk. Hármat. Négyet, ötöt. Oké, megérezték észnek a szagát. Megérezték. Azaz, nem, elég idióták. És Toxo hajlandó lenne kimenni a veszélyzónába. Probléma mentesen. Azt mondja, figyeljetek! Én nem vagány gyerek vagyok, de olyan vagány, hogy arakén van 25 araknéd, én kimegyek, azt megeszem odakint a kajámat. Vele ne szórakozzon senki. Itt bogarak nem fognak csinálni ilyen baromságot. Idióta! Szerinted miről magyarázunk már napok óta, hogy nem történik semmi? Ez a négy shredder tud egy gyerekek. Zseniálisak. Ennyi? Állj. Elállt! Idióta módra reagálva a problémára sikerült megoldanunk. Hatalmas nagy taps. Így kell visszaverni egy bogárt hábadást. Nagyon jó. Indokolatlanul, de büszke vagyok magamra. Mennyivel jobb és kellemesebb érzés ezeket a bogarakat mind elpusztulva látni, szimplán csak a technológiára támaszkodva. Bazony! Na akkor szépen kapcsoljuk le ezeket a dolgokat. Mostantól kezdve nem kellenek. Úgy látom, hogy sehol sincs. Ész, te egy híró vagy. De van. Ott van egy, aki mozog. Aki még mozog. Mit csinálsz? Kapcsolót állít. Nincs más a kolóniában, aki ezt meg tudná csinálni? De most egy őszintén. Nincs más. Azt szedjük le, mert az felkiáltójeles. Gyorsan fekszel te oda-vissza? És vannak itt még... Nem, az halott. Azt szétették.
Úgyhogy gyorsan vissza is pakolom az építményeket. Pala-pala. Pa-pa-ra-ra-ram. Jöhet a pala ajtó. Halott. Az még ott él. Jó van, én megértelek, barátom. Én érzem, hogy ott van egy shredder turret, aztán nehéz. 9,8 óra múlva meghalt. Levagdaltuk a lábait. Oké, őt most már csak halálra kell lőnünk. A barátja pedig elpusztult. Hú, oké. Jó. Korlátozások. Korlátlan. Robotok. Aha. És egy vegyes kereskedő. Az nagyon jó. Aktivét. A cultivate. És minden egyes drónunkat aktiválunk, akivel csak rendelkezünk. Nagyon jó. Oké. Ész, befejezted? Hopp. Még itt van egy gyerek. Ennek van valami lába levágva? Nincs. Nincs közvetlen életveszély? Ennél csúnyábbat mostanában sehonnan nem láttam, de Ész megoldotta a problémát. Jól van, barátom. Nagyon szép volt. Nagyon-nagyon-nagyon szép volt. Visszavertük, hölgyeim és uraim, a támadást, nem fogyasztottunk túlságosan sok energiát, és Carmennek azt mondom, hogy menjél, és kereskedjünk ezzel a vegyes kereskedővel. Úristen, alig játszottam, vagy három napot. Hihetetlen egyébként. Eszméletlen. Én azt mondom, hogy ezen a területen ne legyen konzervált kaja. Körzetek, raktár, és itt is legyen még raktár. Ezen a területen ne legyen konzervált kaja, és lehet, hogy elküldjük majd egy másik helyre. Na! Tudunk patkányt venni a kereskedőtől, hát nem fenomenális. Mit tudunk eladni? Egy patkányt és egy nyulat, mind a kettőt eladjuk neki, nem kell egyik sem. Jó volt, hogy a képességünket tudtuk fejleszteni. Szarvas, tehén, az se kell. Pulykák kellenek. És mivel inaterhes, ezért el tudjuk majd adni a labradorjainkat, egészen szép pénzért, 140, szép, relatív definíció. Na lássuk, szerintem húst venni fogunk tőle, 1400 hús van, az addig egészen király. És 1650-ért el tudjuk adni ezt a pókhúst. Szerintem ez egészen király. Szerintem ez... eladjuk mindet, mert most úgy is lesz megint. Kaját is eladhatunk. És lássuk, hogy mennyiért kapjuk meg. Konzervált zöldség. 250-ért. Amúgy az nem rossz, mert ha belegondoltok, a rizs az, ami szerintem jó egészségben van, 0,75-ért veszünk. 0,75-ért adunk el egyet. Ez pedig 250-ért. Vasat, azt hiszem, hogy tudunk nála vásárolni. 0,95-ért adjuk el, és 250. Szerintem ez a konzervált kaja, ez nagyon-nagyon jó ötlet. Mi az, amit még el tudunk adni? Mi az a... kávét esetleg, nem? Nem érdekel kávé? Alkatrészből az összeset megvesszük. Ez 100%. Kávé esetleg? Vagy teja? Horribilis mennyiség van. Nagyon sok. Nagyon-nagyon sok. Kémiai üzemanyagot itt hagyjuk, hát valahova ugranunk kell. És tudom, írtátok, hogy menjünk el, és akkor pucoljuk ki azokat a helyeket, de Rico halála ezt sajnos felülírta, de ezt majd pótolni fogjuk mindenféleképpen. Ezt a 30 gyógyszert megvesszük, és nem érdekel, hogy ennyire drága. Nem foglalkozunk vele. És meg kellene kerestem a kávé és a teját. Bum-bum, 2600. Megint csak jók vagyunk. Nem. Talán még vodkát, tekilát is el tud... Nem, 5 vodkát tudunk eladni. Eladjuk mindet. És ami halottakon volt ruha, attól is megszabadulunk. Kiváló 67%-os... Ez nem halottom volt. Ördög szövet Intelligence Guard Field Cap. SST, Starship Troopers. Erre ki akartam térni a mostani részben, csak nem volt rá lehetőség. Mit tud? 18% befolyás és 6% lövési pontosság. Úristen! Ezeket le kell gyártanom. Következő részben kiadom a parancsot és legyártatom. Eladjuk. Le fogom gyártatni ezeket a dolgokat. Wu baseball cap, baseball sapka mit ad? 5% lövési pontosság és 1% célzás idő. Á, vannak amik ilyen kis finom segítség, oda piricskázások. De ez nagyon jó, felszabadult rengeteg hely, hölgyeim és uraim. Megszabadultunk a teáktól is, és tudunk csinálni még több teát, illetve kávét. Füves cigiből nem akarunk többet. Akkor vásároljunk vala húst. Szerintem hús kell.
Van húsunk egyáltalán? Emeletileg van. Eleméletileg. Jól látom, hogy itt nincsen kereskedői státuszban a húsi. Úgyhogy vegyünk... most komolyan ezret... verjek el erre? Na, nem verek. Nem, meggondoltam magam, kell a pénz. 9000-ünk van. Alfa hóthús. Jöhet is, 1500-al megrövidítjük. Boom! Kiürültünk, jön a lóvé, megy majd a pókhús. Értem. Értem, hogy hanyadikán van első, itt van a hús. Egyébként trumbohús. Trumbohús, amit az előző részben sikerült megcsinálnunk. Levadásznunk, nem megcsináltuk, levadásztuk. Jó, és mivel most már eléggé sok energiánk van, ezért azt mondom, hogy rakok le ide egyet, meg ide is egyet, és gyorsan ésszel építsem fel. Ezt még gyorsan felépítem. Gyorsan felépítem, és kereskedünk még, remélem, hogy annyi ideig nem fog elmenni ez az űrhajó. Nagyon-nagyon remélem. Kinek van erős összeomlás veszélye? Ki minek? Ki mi? Na, haragudj, de túlságosan sokat nem tudok rajta segíteni. Ész, te mint már ész, ezt is pakold össze. Készítsd el. És utána ki mit elküldjük, hogy átoljon egy dzsangát? Mindenféleképpen. Neki ez jó lesz. Ő ezt értékelni fogja. Alkatrész. És nincs energia? Nincs energia, azt fel kellene húznunk ész. Ne haragudj, tényleg nem. Tényleg nem. Építés. Építés. E vezetéket jó gyorsan behúznak amúgy. Oké. Okay. Éklet műtét, Dizzy. Jó, hogy ő kapta. Amúgy most kellene megműtenünk valakit kiberverrel, de nem hiszem, hogy szükségünk van rá. Carmen! Menjünk vissza és próbáljunk meg még több lóvét kihúzni. Van nála 1000 pénzem, nem szabad elfelejteni. És lássuk, hogy mennyi teát tudok értékesíteni most ennél a szerencsétlennél. A maradék 300 és... lenne. Hagyjuk itt... hagyjunk itt egy kis kávét, egy kis teát. És egy újabb 1000-es sikerült kirántani. Vagy nem. 2400. És milyen van még itt? Pókhús és tyúkhús. Tyúkhús. És szerintem ennyi elég lesz egyelőre. Ja, nincs ennyi ezüstje. Szóljál, haver, és akkor mindenedet megveszem. Kivásárolok a gatyádból is. Egészen addig, amíg el nem jutunk a 40-ig. És összes pénzét elvett. Hölgyeim és uraim, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, kicsit úgy stabilizálódtunk, és végre eljutottunk addig, hogy legyőztünk egy rovar támadást, úgyhogy nincsen veszteségünk. Remélem, hogy hasonló tendenciát fogunk tudni mutatni a közeljövőben is, úgyhogy felkészülünk egy mélyebb gödörre, felkészülünk keményebb időkre, és felkészülünk a védelmünkkel arra, hogy ennél keményebb támadásokat is vissza tudjunk majd csapni. Én Una voltam, és még mindig találkozunk legközelebb is. Szevasztok!